A brit birodalmi lovagrend tagjának nevezte ki második Erzsébet Szakmány Tamás magyar orvos professzort. Az elismerést a COVID betegek intenzíves ellátásának megszervezéséért és a gyógyulási módszerek kutatásáért kapta. A szakember szerint a szteroid az egyetlen bizonyítottan hatékony gyógyszer a COVID-ra. Skype-on kapcsoljuk Szakmány Tamást. Két magyart biztosan ismerünk, akit világhírűvé tett az egész koronavírus járvány. Az egyikük Karikó Katalin, ugye az ő találmányára épül az új típusú oltóanyag. A másikuk pedig Szakmány Tamás, a Cardiffi Egyetem professzora, akit a brit birodalom rendjével tüntetett ki az angol királynő. Hát ő van most a Skype-vonal túlsó végén. Jó estét kívánok, professzor úr! Mindennél jobban érdekel a véleménye arról, hogy nekünk, magyaroknak van két olyan vakcinánk, amit az Unió máshol nem engedélyezett még. Mit gondol, mi a véleménye erről a két vakcináról, ugye az oroszról és a kínairól beszélek? Az orosz vakcináról komolyabb véleményem van, hiszen arról két nappal ezelőtt jelent meg a Lancetben a független cikk, aminek alapján azt lehet mondani, hogy az orosz Sputnik 5-ös vakcina az legalább olyan hatékonysággal és olyan biztonsággal működik, mint mondjuk az AstraZeneca-nak az oxfordi vakcinája. A kettőt azt azért hasonlítom össze, mert mind a kettő hasonló hatékonysággal működik, és hasonló alapelven működik, még a Moderna és a Pfizer azok más elven működnek. Tehát az orosz vakcináról már tudjuk, és a Lancet ritkán közöl butaságokat, tudnak ők is butaságokat közölni, de ritkán teszik, és különösen most a koronavírus járvány környékén nagyon föltették a mércét. Tehát én úgy gondolom, hogy az ott produkált eredmények és publikált eredmények azok megnyugtatóak. A kínai vakcináról egyelőre még nincsen független publikált eredmény, tehát erről nem sokat tudok mondani. A kollégáim, akik a világ minden táján dolgoznak, elsősorban Indiában azt mondják, hogy náluk már ezzel a vakcinával tömeges oltás kezdődött, és ott is mellékhatások nélkül került forgalmazásra ez. Ez biztató tulajdonképpen, de én azt jól tudom-e, hogy hivatalosan még egyik gyártó sem nyújtott be engedélyezési kérelmet az Unió gyógyszerészeti hatóságához. Ez tényleg így van? Hogyha az információim helyesek, akkor ez valóban még így van. Tehát az orosz vakcina engedélyeztetési eljárása az valószínűleg a következő hetekben fog elkezdődni. Csak hogy a laikus számára még zavarosabb legyen a kép, ugye az Unió azt hiszem most 6 tagállamában például 65 év felettieknek nem javasolják az AstraZeneca vakcináját. Önnek van-e álláspontja arról, hogy melyik korcsoportban, kinek, melyik vakcina lehet a leginkább ajánlott? Ezek a kérdések, ezek nagyon, nagyon érdekesek, különösen úgy, hogy én az intenzív osztályon dolgozom, tehát nem népegészségügyben, illetve virológusként. Véleményem van róla. Az érdekelne. Az, hogy az AstraZeneca vizsgálatai, amikben én is részt vettem önkéntesként, természetesen, mint minden más oltóanyag, elsősorban a fiatal, egészséges önkénteseket vonta be, és csak a vizsgálat későbbi fázisában, amikor már tényleg bebizonyosodott, hogy mellékhatások azok nagyon-nagyon kis számban jelentkeznek, akkor kezdték el bevonni az idősebb korcsoportot. Na most az AstraZeneca jelenlegi publikált tanulmányában valóban alacsony számú az önkéntes csoport, akik 65 év felettiek voltak. Ugyanakkor éppen ma került az egyik úgynevezett preprint szerverre a következő adagja ezeknek a vizsgálatoknak, ami pontosan arról szól, hogy a 65 év feletti
korcsoportban is hasonló hatékonysággal lehet az AstraZeneca vakcináját is használni. Na akkor megígérem, hogy az intenzív terápiás ellátással folytatjuk. Ugye sorra jelennek meg hírek, olyan, ugye most a vakcinákra figyel az egész világ, és sorra jelennek meg olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy egyre hatékonyabb szerek bukkantak fel a már megbetegedetteknek a kezelésében. Megpróbálom kimondani, a Tapsigarin az egyik, és a Bamlani Vimab például a másik. Ezekkel találkozik-e, és hogy van-e személyes tapasztalata, vagy egyáltalán, hogy mennyire lehet, mennyire elfogadható az, hogy egyre hatékonyabb szerek vannak már a betegek kezelésében is? Ez már jobban a szakmámba vág. A két említett gyógyszerrel nem találkoztam, ugyanis nálunk ezek az új, úgymond átalakított gyógyszerek, ezek mindig klinikai vizsgálaton futnak keresztül, mielőtt bármiféle emberi felhasználásra, illetve nagy mértékű emberi felhasználásra kerülnének. És ez a két gyógyszer, amit említett, ezek még nincsenek abban a stádiumban, hogy nálunk a nagy klinikai vizsgálatokba bevonják. Folyamatosan bővül azoknak a gyógyszereknek a köre, amiket vizsgálunk. Idáig még a körülbelül 6-ból, amit illetve a 6 eljárásból és gyógyszerből, amit vizsgáltunk, ebből a szteroid bizonyult hatékonynak. Az összes többi az sajnos azt bizonyította, hogy nem rontja a betegek állapotát, de nem is javítja. Ez gyakorlatilag megint csak abba az irányba mutat, hogy ne abba bízzunk, hogy majd könnyen meggyógyulunk, hanem abba, hogy el se kapjuk a betegséget, oltás, oltás, oltás. Rémtörténeteket hall az ember visszamaradó tünetekről, tehát mindenféle idegrendszeri károsodások, alvászavar, kardiális panaszok, és így tovább, és így tovább. Ebben a kérdésben mit tapasztal? A mi intenzív osztályos utánkövetésünk az azt mutatja, hogy azok a betegek, akik fiatalon és egészségesen kerültek hozzánk az intenzív osztályra, ők körülbelül egy 3-6 hónapos felépülési időszakon mennek keresztül, és utána lassan visszatérnek az eredeti állapotukba. Azok az idősebb betegek, akiket az intenzív osztályon kellett kezelnünk akár több hétig, sajnos náluk hosszú maradványtünetek vannak, és ez aztán mindenféle manifestációja lehet a betegségnek. Ezek a tünetek nem újak, tehát a korábbi kutatásaink a szepszissel kapcsolatban ugyanezeket a tüneteket produkálták, és mivel a vírusfertőzéshez ez ugyanúgy a szervkárosodást eredményezi, ezért nem meglepő, hogy ugyanezeket a tüneteket látjuk a COVID-os betegeknél. A probléma az, hogy sokkal nagyobb számban jelentkezik. Fiataloknál 3-6 hónap, és az idősebbeknél ennél jóval hosszabb lehet, ez tényleg egészen megdöbbentő. Azt hallottam intenzív osztályokon dolgozó orvos kollégáitól, hogy az egyik legalattomosabb dolog ebben a betegségben, hogy nem tudom én, délelőtt még beszélgetnek a beteggel, aki néhány óra múlva már lélegeztetőgépen van. Ezen például a szteroid terápia, az tud-e segíteni? Vagy a világ még mindig itt tart, hogy gyakorlatilag néhány óra alatt kerülhetnek életveszélybe olyan betegek, akik a saját lábukon mennek be a kórházba? Sajnos még mindig itt tartunk. Annyit kell tudni a szteroid terápiáról, hogy nagyon sok beteg, aki ebben a kezelésben részesül, az elkerül minket. Tehát ahhoz képest, amit az első hullámban láttunk, a második hullámban sokkal többen egyszerűen nem is kerültek föl a radarunkra, mert a szteroid hatására sokkal gyorsabban, jobban lettek és hazamentek. Azok a betegek, akik a szteroid kezelés ellenére és állapotromláson mennek keresztül, azok sajnos még mindig ugyanezt a folyamatot követik, hogy amikor fölmegyek az osztályra és beszélek velük, akkor még viszonylag jó állapotban vannak, és azt kell mondanom nekik, hogy rendben, akkor most hívja föl a családot FaceTime-on, mert néhány óra múlva, vagy
akár néhány perc múlva, hogyha olyan a helyzet, az intenzív osztályon kell a kezelését folytatni. Hát ha ezután a beszélgetés után nem nő az oltási hajlandóság, akkor nem tudom, hogy mi kell hozzá. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy mindenről beszélgetett velem. Minden jót, viszontlátásra. Köszönöm szépen, viszonthallásra. És nem csak ez a beszélgetés, hanem az egyenes beszéd is véget ér mára, de kezdődik a Jakub Csek, úgyhogy most Gabitól kérdezem, hogy kikkel és miről fog beszélgetni ma este. Szervusz! Jó estét mindenkinek! Rögtön a szülés utáni alakformálással, illetve legalábbis az alapállapot visszaállításával kezdjük a mai estét. Többek között itt lesz a korábbi szépségkirálynő Szabó Kulcsár Edina is, aki ezügyben szintén megjárta a hadak útját, Kádár pap Nóra pedig az ikrei mellett kísérleteztek ki az alakváltó praktikákat. Aztán többszörös visszaesőkkel folytatjuk, mégpedig olyanokkal, akik közül az egyik 6-szor is képes volt elvenni ugyanazt a nőt. Ennek megfelelően jön Győzike, Mészáros Árpád Zsolt és a jegygyűrűk ura, bocsánat, úrnője Balázs Andi, szóval mindjárt jön, akinek jönnie kell. Könnyed esti kikapcsolódás, televíziózanak, vigyázzanak magukra, minden jót, viszontlátásra!